Legutóbb idegenben egy gólos vereséget szenvedett a Kalocsai Kézilabda Klub férfi együttese a Siklós csapatától, így március 5-én szombaton mindenképpen győzelemmel szeretett volna a KKC javítani. Nem volt azonban könnyű dolga a Kodics János vezette együttesnek, hiszen az örök rivális Nagy Atár látogatott Kalocsára. Az összecsapás a kezdetektől fogva szorosan alakult, hiszen az első félidő például 15-12-es Kalocsai vezetéssel ért véget. Tudatosan, szervezetten játszottunk, akkor, amikor szoros emberfogással kijöttek a szvétekre, ott egy kicsit megakadt a támadásunk, és amitől tartottunk, hogy ez a mezőny egyik legjobb kapusa, ez meg szokott tréfálni bennünket, ez most is megtörtént, a 7 méteresek sorát hagytuk ki. 4 perccel a mérkőzés vége előtt még 4 góllal vezetett a KKC, amely során Kodics János azt kérte játékosaitól, hogy a hátralévő időt tudatosan beosztva használják ki, azonban ezt nem teljesen sikerült megvalósítani, ami később megbosszulta magát. A vendégek utolsó egyenlítő próbálkozását a védekező játékosok, valamint Lakatos Ádám kapus is hárítani tudta, így a lefújást követően a Kalocsa neve mellé került a győzelemmel járó 2 pont. Magasan megérdemelten nyertük ezt a rangadót, és ebből táplálkozva, hogyha a jövő héten idegenből sikerül 2 pontot hozni, akkor nagyon erősen megtartjuk a pozíciónkat. Miként arra Kodics János is felhívta a figyelmet, a KKC a következő forduló alkalmával idegenben játszik majd, az ellenfél pedig ezúttal a bajnokság utolsó helyén álló Dunaföldvár lesz. A Nagy Atárral való mérkőzés utáni teljes érték előtt a március 10-én, csütörtökön 19:30-kor kezdődő Sipszó utánban láthatják.